Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Keverem, kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. A mozgás áll a középpontban, tehát előre mennek az események. Ez a mozgás jelenthet sportot, vagy autót is, vagy egy kirándulást, utazásukat, mindaz, ami mozog. Ha egy hölgy vagy, akkor tulajdonképpen te is a középpontban állsz. Azt is jelentheti ez a kép, hogy te hozol döntéseket, te viszel valamit mozgásba. Vagy azt is jelentheti, hogy ez a férfi gondol rád. Ennek a kártyának több jelentése is van. Mégpedig jelentheti azt, hogy te szeretnél valamit megnagyobbítani. Ez a torony lehet egy nagy város is, és a mozgás, egy költözködés, egy kiruccanás, amit a torony még jelent, hivatalos dolgok, bírósági ügyek, és ebben az esetben a mozgás azt jelenti, hogy itt előre mennek most az események. A nap jelenti az igazságot. Itt valami vagy valaki láthatóvá tesz valamit. Amit a nap még jelent, a te sikereidet, a kisugárzásodat, a vonzó erőt kettőtök között. Az utak jelentik a lehetőségeket, vagy balra, vagy jobbra, tehát itt döntésekről lesz szó. Itt a remény, hogy minden jóra fordul, hogy sikered lesz, hogy valami láthatóvá lesz, és hogy jó döntéseket fogsz hozni, vagy a bíróság, vagy a hivatalos dolgok hoznak jó döntéseket. A gyermek utalhat természetesen a gyermekekre is, és akkor a torony jelentheti az iskolát, de a gyermek jelenti az ártatlanságot, tehát ha itt bírósági dologról van szó, kiderül az igazság, a nap mutatja ezt, és itt van az ártatlanság. De a gyermek utalhat egy új kezdetre is, és a mozgás jelenti akkor a változásokat. A hajó itt alul az jelent külföldi utazásokat, külföldi kapcsolatokat. Ez az út lehet egy belső út is, egy spirituális terület, vagy egy lelki kapcsolat kettőtök között, amit a hajó még jelent, ez a remény. A remény, hogy itt lesz egy új kezdet, minden jóra fordul. Itt látható a jeges medve, és az utal a te erődre. A belső erődre, a hitedre is. Néha a jeges medve jelent egy bizonyos szemét, vagy az apukádat, vagy a főnöködet. És amennyiben munkahelyi dolgokról van szó, és ez a jeges medve a főnökre utal, akkor biztos lehetsz abban, hogy ez a főnök vagy főnök nő hamis veled szemben. És ha tényleg így van, akkor döntéseket hozol,
lesz mozgás, és ez lehet számodra egy új kezdet, és akkor az utal a hivatásodra, utal a munkádra. Ami a szerelmet illeti, ha nincs meg a hited, ez a belső erő, akkor a róka utalhat ezekre a hamis, negatív érzelmekre, a félelmekre, vagy a bizonytalanságokra. Tehát nem biztos az, hogy itt egy hamis személyről van szó. Holott előfordulhat, hogy a munkahelyen tényleg így éled át, és a szerelmi élet területén a róka akkor a félelmekre, bizonytalanságokra utalhat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!